Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorba ismét színes egyéniségeket hoztam, remélem, hogy egy színes, vidám műsornak nézünk elébe. Itt most már azt elárulhatom, hogy az előkészületek alatt sok-sok mosollyal találkoztam, remélem, hogy Önök is ezt fogják tapasztalni a mai műsor alatt. És akiket elhoztam a vendégnek, hogy egy kicsit jobban megismerjék őket, Látrányi Gabi, előadó művész, meghívást. Köszi. Énekesnő, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Itt van velünk Bérces Viktor, hányféle titulust fogok felsorolni? Egyetemi docens, zenész, zeneszerző, zongorista. Köszönöm a meghívást, tényleg. Köszönöm, örülök, hogy itt vagy. És itt van velünk Andi Bohóc. Hello, szia, sziasztok. Andi Bohócnak nem mondunk titulust, hiszen Andi Bohóc. Andi Bohóc, igen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy gondoltál rám. És szeretettel köszöntöm a Fejérvár TV nézőit is, kedves nézőit, kicsiket, nagyokat, és ugye benneteket is, Gabi és Viktor, örülök, hogy találkozhatunk. Örülök, hogy itt vagytok. Ugye ezt sokszor elmondom ebben a műsorban, hogy olyan személyiségeket próbálok ide csalogatni, akik többször előfordulnak nálunk így a televízióban a híradásaink során. Te is már például nagyon sokszor voltál, illetve többször voltál nálunk, hát mindegyőtök, simán ilyen kis magazin műsorokban is, Viktor, te is jártál már nálunk, de sokszor vagyunk ugye híradós kapcsolatban is, komolyabb témák kapcsán is, erről is fogunk beszélgetni, és szeretném, hogyha egy picit tényleg így jobban megismerjenek titeket a nézők. Azt azért el kell mondjam itt a műsorunk elején, hogy egy kis izgalmat láttam mindegyőtök arcán, pedig, és még ezt nem tapasztaltam, hogy ennyire. Lehet, hogy kicsit feszélyezettebbek néha a vendégek így a műsor elején, de egy kis izgalom van. Ez mindig van, amikor felléptek? Hiszen ti ugye abból éltek, hogy szórakoztatjátok a kicsiket, nagyokat. Gabi? Hát én a Viktor arca inkább döbbenetet láttam, mert mi nem találkoztunk egy koncert alkalmával, ugye, két héttel ezelőtt körülbelül. Ugye, aztán... mi egy zenekarban játszunk egyébként a Gabival, a rendkívül méltán népszerű Paradicsom együttesben. Igen, és nemrég volt egy közös bulink, úgyhogy aztán most itt hirtelen újra találkoztunk, és bejött a Viktor a stúdióba, és mi történik itt, mi lesz ma? Nekem folyamatos az izgalom egyébként, tehát úgy folyamatos, hogy a fellépések előtt én állandóan izgulok, ahogy most úgy bejöttem, én még itt is izgultam az elején, most már ez úgy megy lejjebb, mert Andi is, mindenki nagyon, nagyon jó kedély és nagyon, nagyon jó fejtársaságban sikerült így belecsöppenem, amit köszönök szépen. És én azt vettem észre magamon, hogy amikor meg már showtime van, akkor meg ez az egész úgy elszáll. De hát én ezt köszönhetem ugye azoknak az embereknek is, akik ott vannak a zenekarban, mert szeretjük, imádjuk egymást, és mindig megvan a közös hang, és akkor minden feszültség elszáll, amikor hátra nézek, és ezerre mosolyog mindenki, vagy oldalra, vagy a Viktorra, Viktor is. Igen, vannak jó összenézések olyan a koncerten, amik ilyen fuldoklásig zajló röhögésekbe torkolnak. Jók. Igen. Hát főleg nálam énekesnek milyen jó, amikor fuldoklásig igen. Torkolik esetleg, hogy a Viktor vág valami grimaszt, valami jó kis igen. Jó fej grimaszt, aztán akkor van én meg úgy nevetnék, de hát ha éppen egy Highway to Hell kellős közepette vagyok, ugye akkor talán nem kéne. Uh-huh. De aztán ott elmúlik minden, amikor már ott van a koncert, akkor elmúlik. Meg hát meglátjuk ugye a közönséget, rengeteg ismerős arc szokott járni a buliainkra, idegenek is akár, akiket még nem találkoztunk. Tényleg mindenki mosolyog, jól érzi magát, hát most akkor onnan elszáll. Ez az izgalom. Viktor, te azt mondtad, hogy te nyugodt vagy. Hát most már amúgy igen, de régen én is nagyon izgulós voltam, tehát azért... Elég régóta zenélünk már, de a Gabi is, meg én is, tehát 11 éves koromban én már színpadon voltam, és hát azért az eléggé traumatikus élmény volt, amikor ott előtte készülődni kellett, pakolni, hangszert összeállítani. Most már igazából annyi koncerten túl vagyunk, hát gondolom, nem csak a magam nevében beszéltek. És olyan nagy nevekkel esetedben, hát, majd erről de most nem csak beszélni. Arról, nekem itt Bérces Viktorral értek. Nem, tehát egyszerűen már hozzászoktam. Tehát, hogy nincs már izgalom, mert teljesen felesleges. Szóval eljutottam odáig, hogy nem kell, mert nincs tétje. Uh-huh. Igazából. Nyilván akkor izgul az ember, hogyha azt látja, hogy mondjuk körülötte nem úgy szerveződnek a dolgok, nem olyan a hangtechnika, nem olyan a szervezőnek a hozzáállása, stb. Persze, akkor nyilván ideges az ember. Akkor felhúzza magát, stb. De nem, én már nem. Azt mondtad, hogy nincs tétje. Ez azért van vajon, mert már van egy olyan rutin mögöttetek, ami mondjuk
egy pillanatnyi kis malört is rögtön tud korrigálni, vagy pedig azért, mert akkor a szeretet övesz titeket? Hát mind a kettő. Tehát hála jó Istennek, én legalábbis elmondhatom, de hát gondolom, Gabi is ugyanígy van ezzel, hogy általában olyan zenészekkel játszok együtt most már az utóbbi időben, akiket egyébként szeretek is. Tehát azért az nem egy utolsó szempont. A másik meg, hogy azért nincs tétje, vagy hát azért nincs druk sem, mert igazából, tehát azért mi már ezt csináljuk egy ideje, és azért mindannyiunkban megvan már az a fajta rutin, hogy nem történhet olyan komolyabb baj. Uh-huh. Tehát, ha még hibázunk is, általában azt is úgy csináljuk, hogy azt lehetőleg ne vegyék észre. Uh-huh. Igen, azért kivágjuk magunkat, szóval... igen. De nálam ez ilyen automatikusan működik az elején a druk. Szóval én még nem jutottam el arra a szintről, hogy ezt tudatosan kontrollálni tudjam, vagy vissza tudjam tartani, visszafolytani. És nem is baj egyébként, mert én általában a színpadon ez a druk, amikor kijön, és bár mondtam, hogy egy pár percig még ez megvan az elején, és utána elmúlik, de ez okozza lehetséges, hogy ez okozza nálam azt a néha örületes állapotot, jó értelembe véve, ami aztán ott a színpadon lesz, uh-huh. hogy amennyire bele tudom élni magamat ebbe az egészbe. Mondjuk hozzáteszem, hogy tudok ellenpéldát is mondani erre, mert van olyan nagyon neves énekes, most egyébként nem mondom a nevét, aki annyira kényes a zenekarnak a teljesítményére, tehát ott rendes szimfonikus zenekarra játszottak, meg 20 tagú zenekar, hogy elcsúszott egy ütemet a vonós kar, és ezt kihallotta, és abban a pillanatban a színházteremben, teltház előtt leállította a zenekart, és azt mondta, hogy akkor elnézést kérünk, de akkor elkezdjük ezt most még egyszer. Uh-huh. Tehát ilyen is van, csak hát szerintem ez egy eléggé nagy öngól, szóval ezért tudni kell leplezni a hibákat uh-huh. is, mert különben akkor itt összedől. De talán a közönség megbocsátja az ilyen jellegű. Hát meg, de azért ennyire nem kell szerintem kockafejűnek lenni, de hát ez már ízlés dolga igazából. Andit is adjuk egy picit szóhoz jutni. Igen, bocsánat. Mert hogy azt mondod, amikor könnyebb, mert ugye egymást ismerik, és most ismertem meg őket, aminek örülök, csak ugye ott van közös téma, és, de igen, igyekszem bekapcsolódni, Igazából ugye az lett volna a kérdés, hogy amikor jöttél, akkor azt mondtad, igen. hogy izgulsz. Miért? Igen. Én viszont mindig izgulok, már csak azért is, mert ugye... nagyon sok szüli napra járok. Olyan családokhoz járok, és nekem megtisztelő, hogy beengednek a házukba, ahol ugye nem ismerek senkit. És pillanatok alatt egy közvetlen kapcsolatot kell kialakítanom a gyermekekkel, a szülőkkel, akik ott vannak, tehát egy olyan kis személyes kapcsolatot. Tehát nekem nem mindegy, hogy milyen hangulatba telik aztán a szüli nap. Viszont ez is egy kihívás, és szerencsére lekopogom, eddig azért mindig sikerült megtalálnom a hangot a kicsikkel is, a nagyokkal is, és csapunk egy tök jó szülinapi bulit. Amikor hívtalak és beszéltünk telefonon, akkor mondtad, hogy neked vannak ilyen kis rajongóid, és hogy felszoktak hívni. Igen, tehát a szeretet igen. azért téged is övez, igen, hogy mondjuk, igen. hogyha bármit mondjuk a nádaházam tetejét máshogy kezdenéd el énekelni, most ja, mondtam hát egy rossz példát, persze. akkor ja. azt simán megbocsátják meg, hát a gyerekek nekem nem nagyon igen. veszik észre, nem? Nekem sok mindent megbocsájtanak, és egy jót nevetünk rajta, tehát azért az én hivatásom nem ennyire komoly, persze van benne komoly rész is, de általában azért elütjük egy viccel, vagy bármi olyannal, ami belefér. Úgyhogy ezzel nincs gond. Ez is lenne. A 7 éves Karcsika fölhív, tudod, éjszaka, hogy Andi, elrontottad a nádaházat! Körülbelül igen. Tegnap kaptam egy olyan édes kis üzenetet, egy hangüzenetet egy pici kis gyermektől, nemrég voltam Farsangon, és Andi volt, imádlak, mikor jössz megint farsangolni, de hát ilyen kis 4 éves, nem tudom, hány éves leheted, de nagyon-nagyon cuki, és folyamatosan kapom ezeket a kis hangüzeneteket is, ugye a gyermekek kezébe téved a telefon valahogy úgy egész véletlenül, és akkor ott megpróbálnak engem elérni, de jó, ez nem baj, jó, ez így. Az is lett volna még a kérdés, hogy illetve hát azt elárulom nektek, hogy az alapkoncepciója ennek a műsornak az lett volna, illetve az is, hogy egy picit ilyen örültebb személyiségeket mutassunk be. Tehát, akik... Az most sikerült. Az most sikerült.
Nem is azért, hogy... akkor rossz helyen vagyok. Tehát, hogy nem is úgy örült, hanem, hogy inkább bolondos. Hogy van egyfajta ilyen bolondos személyiségetek is. Hiszen, hát, hogy mondjuk most Viktorra gondolok, azért egy jogászból, egy zenészt, aki tényleg úgy játszik a színpadon, ahogy, ez egy teljes átalakulás, vagy átváltozás. Vagy gondolom, hogy az egész együtt jött neked az életedben, és azért természetes, de hogy azért van ilyen bohókásabb énetek is. Mennyit számít nektek ez, hogy az életetekben ilyen jellegű dolgok legyenek? Bocsánat, csak most már jön a bohókázás, igen, a bohóckodás. Akkor már a Viktornak adom. Hát nem tudom, hát nekem ez így végig kísérte eddig az életemet, tehát hogy én nem tudok egyféle módon viselkedni, hanem többféleképpen szoktam. Tehát, hogy például a jogász kollégáim egész másképp viselkednek, mint én. Tehát ők azért nyilván komolyabbak egy kicsit, kevésbé humorosak, hát most nem bántok meg ezzel senkit szerintem, szóval nem szeretek annyit hülyéskedni, mert mit tudom én. Nekem ez hozzátartozik az életemhez, tehát igazából nekem a mai napig is a baráti köröm, egyébként ez nem jogászok közül kerül ki, hanem zenészek és hát közül, és hát az óvatatlanul azért befolyásolja a viselkedést is. Tehát azért a hétköznap is, jó, nyilván, hogyha bemegyek, mit tudom, tanítani az egyetemre, vagy vizsgáztatok, az ilyen vicceket szoktam mesélni, tehát azért ott tényleg komolyan veszük a dolgokat, de például órák között, meg szünetekben ugyanúgy elhülyéskedek a diákokkal. Mert most miért ne? Tehát igazából teljesen fölösleges távolságot tartani, annál jobban fogják respektálni az órákat. Egyébként rájöttem erre, hogy sokkal eredményesebb tud lenni az ember akkor, hogyha kicsit közvetlenebb hangulatot teremt. Pedig aztán úgy, most mesélted, mielőtt beültünk ide, hogy honnan jöttél, és éppen buktattál. Hát, konkrét, igen, most vizsgáztattam, meg is buktattam pár gyereket, de én jól érzem magam, hogy töltet igazából. Megérdemelték. Uh-huh. Akkor azért szigorú is van. És még az a szerencsé, hogy én nemrég végeztem, mert megy majd a közszolgálati egyetemre is. Igen, és aki jelenszám, meg is buktattam. Sajnos. Mondta nekem is, hogy pedig jól megbuktatnál. Szívesen megszivatnálak. Hű, azért akkor van itt egyfajta szigorú éned is. Van, hát de muszáj, hát most nem. Tehát enélkül nem lehet kiengedni őket szerintem. Mert azért ők mégiscsak egy felelősségteljes pályát fognak csinálni, bírók, ügyészek, ügyvédek lesznek, tehát ott azért nem babra megy a játék. De hát most ettől függetlenül szerintem a humorérzék az egy nagyon fontos része az életnek. Tehát az anélkül nem érdemes csinálni semmit. Szerintem. És egyébként meg az érdekes, hogy nem mindenkinek van humorérzéke. Tehát, hogy ugye zenekarban, én azért örülök ennek a mostani zenekaromnak, meg például a Paradicsom zenekarnak is, mert vicces emberekkel vagyok körülvéve, vagyis hát vannak közöttük olyan emberek, akik hasonló humorszektorban foglalnak helyet, mint ahol én is vagyok, és mondjuk amikor ott van a Viktor, akkor tudom, hogy valószínűleg röhögés lesz. Jó lesz a vagy a koncerten, vagy előtte, vagy utána, tehát, hogy én alig várom, hogy a Zandinak is egyszer tudjak menni egy ilyen előadásra, úgy, mint szülőt, tehát mondjuk én beültözök gyerekbe is. Igen. Szóval, helyes, nagyon szeretem, igen, amikor én is. Bocsánat, most gyerekek. Nem tudom megállni, nekem a leszkesetek betörők jut az eszembe, nem tudom, nem, abban volt egy belevaló amikor megjelent a bohóc ilyen gyerekzsúron, és tök részegen. Most így eszembe jutott, és akkor vannak eletőt küldeni, mert több piásra, bocsánat, nem akartam megszakítani. Most is látszik rajta? Nem, egyébként Andi meg kell, hogy védjen, biztos, hogy nincs ilyen, mert szegény. Én látom mindig, hogy az autójával száguld így bohóc ruhával, tehát vezet. Az nem jelent semmit. Nem? Tehát akkor jól leplezett. Nem. Viccelek, nehogy komolyan vegye bárki is. Viccelek, de hát ugye állítottak már meg rendőrök engem is, úgyhogy de és akkor ilyenkor mit szólnak egyébként? Ilyenkor, hát éppen egy rendezvényről, egy késői rendezvényről, Balatonról jöttem haza, és akkor este 10:30 körül volt, és megállítottak, nyitom az, hogy egy bohóc, rendőr bácsi. És akkor, hát én most mit keresem? Nem, rabolom ki a bankot, nyugi, rendezvényről jöttem. És hogy milyen jó derülnének a kollégák, hogyha most engem bevinnének az Őrsre.
Hát mondom, jaj, nagyon cukik vagytok, akkor hajtogatok magamnak egy bilincset, lufiból, hát most jobb, nem, de hát aztán jót poénkodtunk, azt így elengedtek, de volt egy olyan kis történet is, hogy mentem a Bakonyba, Zirc közelébe, ugye tudjuk azt, hogy ilyen kanyargós, ugye, és tél volt, le volt fagyva, tehát ott tényleg, hogyha még szerettél volna, akkor se tudtál volna menni többen, mint 20, és szembe jött velem, beértem a településre, szembe jött velem egy rendőrautó, és ugye néztem a visszapillantóból, hogy meg is fordultak, mert ugye így néztek, és meg is fordultak. És jöttek utánam, és villogtak. Hát ugye rögtön, ahogy lehetett, az első buszmegállóban megálltam, és szerintetek miért állított meg, vagy miért állítottak meg? Menjél el szülinapi zsúra. Nem, egy közös fotóra, mert ők ilyet még nem láttak. De csak úgy maguknak, és de, egy sztár. És egy közös fotóra, ők ilyet még nem láttak, és de tök cukik voltak, úgyhogy jó van akkor. És akkor utána forgalmi jogosítás. Nem, szerencsére. Akartam nekik lufit, de ugye hát nem fogadhatják el, és akkor így elmaradt a lufi is. Mondjuk így azért sok mindent meg lehet úszni szerintem egy ilyen jelmezben. Nálad azért a humor azért az alap, hogy benne van az életedben, nem? Igen, viszont vannak azért keményebb pillanatok is, ugye, mint a Viki is az elején műsoron kívül, vagy adáson kívül még említette, hogy honnan is ismerjük egymást, mondhatni, ugye van egy nagyszabású jótékonysági akció minden évben. Az Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal, ahol is ugye a fogyatékkal élő gyermekeknek, a sérült gyermekeknek elsősorban őket, meg hát egész évben igen, igyekszem őket támogatni, ők az én szívem akkor csücskeit. Viszont itt van a komolyság és egy kicsit. És itt van a komolyság, mert ott azért át kell egy kicsit alakulni, de természetesen a szempontot figyelembe kell venni, hogy én azért vagyok ott, hogy neki örömet, vagy nekik örömet okozzak. Uh-huh. Tehát igen. Ugyanúgy, aztán, hogy most én félre belül ezt, tenni, hogy aztán igen, belülről nyeled belülről a könnyeidet. Az, igen, uh-huh. igen. Uh-huh. Igen, mondjuk az biztos, hogy nektek így kirakatban lévő embereknek azért sokat kell így szerepet játszani. De például most erről a megbolondulásról jutott eszembe, hogy hát az a szilveszteri buli, amit csináltatok, az a megőrülés, te is nagy parókákba, színes ruhákba. Hát mi nagyon jól szórakoztunk rajta. Elég előtte pont összevesztünk a párom, hogy akkor ki fog hazavezetni, majd a buli után. Hogy azért, na, ígyunk már valami pesgőt, vagy átkorcítsunk azért valamivel nyilván. Én jól éreztem magam, tehát, hogy fönn ott a színpadon is, jó volt, hogy nagy színpadon voltunk, rengeteg ember volt, előtte a srácokkal, meg hát ugye az énekes hölgy, a másik énekes hölgye, Simoni Mónikával összejöttünk ott a billentyűsünknél, ott lakik a közelben, fölmentünk, dumáltunk, táncikáltunk, el voltunk, megbeszéltük a terveket, úgyhogy őrület volt a köbön. Tehát ez egy ilyen jó alapozás volt így magának, így a szilveszteri bulinak így az elején. Hát utána meg aztán vezetett haza a párom, tehát múlintán. De hát nem szabad úgy, hogy most nyilván úgy elhajlik az ember, meg túlzásba viszi ezt az őrületet, mert hát azért mindennek van egy határa, bár én szeretem azokat ugye átlépni. De jó, ez így kerek. No, ennek a műsornak az a címe, ugye, hogy nálatok Mizu, arra lennék most kíváncsi, hogy egyébként nálatok Mizu. Most azért voltak itt a ti hátatok mögött is nehezebb időszakok, most a zenélésre gondolok, vagy hát az előadó művészetre. Ezt hogy éltétek meg, és most mi a helyzet, mennyire rendeződik ez, mennyire vagytok ellátva így szereplésekkel? Menjünk innen. Pipa. Jó. Ugye 2020-at írunk, ugye a Covid-ra gondolsz, a vírusra. Hát kérem szépen februárban, 2020 februárjában átradőltem kényelmesen, hogy hát jó, alakul a nyaram is, tök jó, minden rendben. Március 8-án még egy nagy áruházba ugye gyűjtöttem tartós élelmiszert a fogyatékkal élőknek, meg hajtogattam a kis lufi virágaimat, ugye nőnapra, ugye március 8 nőnap, ugye nem sokára közeledik, és
Hát utána azon a héten aztán szépen lezárás, hétfőtől már iskola se, és akkor így mindent ki kellett húzogatnom a naptárba, és én nehezen, én lehet, hogy igen, többen azt mondják, hogy ők könnyen, én lelkileg, én nagyon nehezen éltem meg, tehát az, hogy Jézusom, itthon vagyok hétvégén? Hát hogy lehet ez? Meg nem igazán tudtam, tehát rögtön, tehát mit kezdeni magammal, vagy lett volna mit? Hát hogy ne lenne? Mindig van, de mégis. És csoki terápián voltam, majdnem 2 hónapig, kerek csoki, szögletes csoki, igen, kicsi csoki, nagy csoki, amitől aztán szépen ki is gömbbe jöttem, úgyhogy. De aztán utána már láttunk, ugye a pislákolt a fény az alagút végén, és akkor ugye már jöttek azért egy-két bátrabbak, akik szülinap, meg pont ebben az évben lesz 10 éve, hogy egy velencei parti hotel játszóházában szórakoztatom a gyermekeket, ugye lufi hajtogatás, csillámtetkó, gyermekműsor, kézműves foglalkozás, és hát ugye ezre a kézműves foglalkozásra is előre azért készülni kell, hiszen most a nyáron is majd 7 hetet, hétfőtől péntekig ott töltöm, szombat, vasárnap, meg szülinapok, rendezvények, stb., és akkor így van ez. És akkor ugye minden nap más kézműves foglalkozás, és arra ugye készülni kell, tehát el tudtam volna magam foglalni, jó időseknek, hogy anyukámnak, drága Bóc mamának, akit innen is puszilok, üdvözlök, őneki vásároltam meg ugye a keresztanyukámnak, Bóc keresztanyukámnak vásároltam be, és úgy vártam a csodát, mondhatni, és akkor most már azért szerencsére jól alakul, és már január elején a gyereknapra is, úgyhogy szerencsére már ott is lesz rendezvény, bízunk benne, hogy nem szól közbe semmi. Igen, és fura volt, amikor így a művelődés szervezők felhívtak, és ugye általában, amikor felhívnak, akkor azt szokták kérdezni, hogy ekkor és ekkor van egy rendezvény, és ráérek-e. És akkor most viszont az volt az első kérdésük, hogy van-e védettségi igazolvány, és utána mehetünk tovább. Uh-huh. Na igen, és akkor mondtam, hogy igen, van, jó ide, jó, és ekkor meg ekkor lesz rendezés, stb. Na és akkor így, de én személy szerint nehezen éltem meg. Mm. És most hogy vagy? Most nagyon jól, köszönöm, most ez nagyon jól, csak ne legyen már több ilyen. Azt szeretnél. De lesz. Nem lesz. Viktor, azért igen. Itt... Hát ez az ipar, ez jó cikemmel sinnette. Teljes leállás volt. Nekem nagyon, nem volt jó. Nagyon nem volt jó. Hát én előtte ugye 3-4 évig, 5 évig rengeteget zenéltem. Tehát ez az elmúlt 5-6 év, ez nekem az csúcsidőszak volt. Most ez 1 év, ez teljes leállás. Viszont rájöttem arra, hogy ennek is van egy előnye, mert az embernek ilyenkor a kreatív energiáit, azokat szépen fel lehet szabadítani. Úgyhogy hát én írtam 3 tankönyvet. Írtam 2 lemezt, szóval igaz, mert otthon ültem, tehát most igazából nem tudtam mit csinálni, ott ültem a gép előtt, meg zongorázgattam, meg ilyesmi, ugye online oktatás volt, tehát ott ültem a laptop előtt, és akkor kellett gyorsan kitalálni valamit, hogy ne örüljek meg. Uh-huh. Ugye a feleségem meg eljár dolgozni, én meg otthon ültem egész nap egyedül, ilyen háztartásbeliként, és hát gyakorlatilag elég furcsa volt ez a helyzet, de ennek is megvolt a maga előnye, de én megmondom őszintén, tudom, hogy ez egy vidám műsor, de igazából én magam körül elég frusztrált embereket láttam. Szóval én azt láttam, hogy ez elég sokat kivett ugye az emberekből. Mindenkit megviselt. Ugye nem voltak rendezvények sem, és abban a pillanatban, hogy feloldották ugye ezt az egész helyzetet, és megvolt az első koncertünk, karneváli hangulat volt konkrétan. Uh-huh. Tehát az emberek kiszabadultak a börtönből. Uh-huh. És boldogság, öröm, derég elláttalak, stb. És olyan jó volt. És hát most már nagyon remélem, hogy nem lesz több ilyen, mert nem tudom, de én be vagyok holtva, úgyhogy... És nálatok most mi a helyzet? Most mennyire van tele az évre a naptár? Totálisan. Teljesen? Teljesen fullon vagyok. Heti 2-3 koncert van, már december is vannak lekötve, úgyhogy én kész vagyok.
Meg hát ugye mellette tanítok is, tehát most ebből a szempontból nem panaszkodok, igazából nálam most már arra kell majd figyelni, hogy egy kis pihenés is belefér a nyáron, mondjuk egy-két hét, amikor tényleg el tudunk menni valahova külföldre, és akkor úszkálunk a tengerben. Na, még erről beszélünk egy kicsit, erről a kikapcsolódás részéről, de még azért Gabit hallgassuk meg. Hát én ezt az időszakot igazándiból azért éltem meg nehezen, mert az 55 négyzetméteres panel lakásunkban éltünk akkor a home office-os párommal és a két pici gyerkőccel, és bár ugye tudom, hogy sokan azt mondják, hogy igen, hogy de jó, legalább együtt van a család, hát néha legtöbben ilyenkor mentek egymás a gyára. Igen, tehát akkor már van az a pont, de, és akkor se kisebe, ugye nem mehetsz igazából sehova, nem csinál semmit, nem mehetünk el fellépni, nem engedhetem ki a gőz, nem ordítozhatok, vagy bármi. Ilyen szempontból így nehezen éltük meg, meg hát azért is, mert nekünk lett volna rengeteg olyan buli, amit ugye így emiatt visszamondtak, többek között például a Lecsó Fesztivál, ugye, ami nem került rendezésre, ugye, nem lett megtartva, azon mi lettünk volna zenekar, vagy ugyanúgy a fehérvári szilveszter, ugye az is elmaradt. Összességében véve viszont rengeteget főztem, tehát azzal vezettem le a feszkót, rengeteget mosogattam. Ugye, ami még nehéz volt, hogy valahogy mindig a Covid hullámok, amikor ugye tetőzött a történet, akkor nekem mindig vizsgai időszakom volt. Tehát, mert hát amikor megszületett az első gyerkőc, akkor én úgyis otthon vagyok, hát akkor mi dolgom van egyébként is egy pici babába, hát akkor járunk egyetemre, ugye? És én elkezdtem a Közszolgálati Egyetemen az Államtudományi Karon a közigazgatás szervező szakot, levelezős tanrendben, és hát akkor úgy a vizsgai időszak is, meg akkor még a home office-os férjet úgy azért, tehát elkülöníteni a gyerekektől egy kétszobás panellakásban, amikor totál apamániások, tehát ez a lehetetlennel volt. Bocsánat, egyébként szerintem pont most jöttünk mire arra, zenészek is, meg gondolom te is, hogy mi mennyire más életet élünk. Mert szerintem egy csomó embernek egyébként ez nem volt ilyen szokatlan, hogy otthon a hétvégén. De az, hogy én péntek meg szombat este otthon ültem és kapcsolgattam a tévét, az nekem állati zavaró volt. Meg ettem a csokit. Tehát évek óta nem volt ilyen. Meg ettem az ideget. Igen, és konkrétan én bevallom őszintén, hogy én nem tudtam mit kezdeni magammal. Na hát, nem ugyanaz. Meg hát ugye ez, hogy mi zenészek, meg nem tudom, Andi, te is biztosan azért úgy lehetsz vele, gondolom, hogy azért elmész egy fellépésre, azért ott le is vezeted így az energiákat. Legalábbis én a zenéléssel kapcsolatban abszolút így vagyok az énekléssel kapcsolatban, és ugye most mivel, hogy nem mehettünk koncertre, neked se voltak fellépések, mit sem tudott tenni. Mi sem tudtunk menni, én nem is tudtuk hol levezetni ezt a feszkót. Tehát most egymáson. Ez az, hogy a családtagokon, tehát most akkor azért hangosabban kiabáltam mondjuk a gyerkőc, hogy ne onnan, és az a durva, hogy nekem egyébként nem is feltétlenül a zenélés hiányzott ebben az egészben, hanem az elmenetel. Az, tehát, hogy ülök a kis buszba, a benzinkutak. Pakolod a mocsódába. Hát az is, meg az egész. Tehát ami előtte van, meg ami utána. Meg az a millió. Ja, hát elvonási tünetek, igen. Valaki szerezzen egy gyereket nekem valahonnan. Érdekes egyébként, több alkalommal veséztük ki hasonló egyéniségekkel, zenészekkel, színészekkel, és tényleg azt hallom, hogy amíg mi mondjuk újságírók, riporterek nem biztos, hogy mindig szeretünk hétvégén dolgozni, de azért nekünk is kell, de mondjuk egy megszokott beosztás szerint, és amikor hétvégére esik, akkor jaj, de jó lenne otthon lenni a gyerekekkel, meg mi meg pont erre vágyunk, hogy kapcsolgathassuk esetleg adott esetben a tévét, és pont ezt hallom sok mindenkitől, hogy na hát, mi meg attól örültünk meg, hogy otthon kell lenni hétvégén. Pedig van olyan, akinek mondjuk 20 éve nem volt egy hétvégéje. Gondolom, hasonlóan vagytok ti is. Kivételesen azért volt bennem egy ilyen jó érzés, mondjuk a szilveszterrel kapcsolatban, mert hát 20 éve nem volt már szilveszterem, ugye minden szilveszterkor mi muzsikáltunk, vagy olyan felállásban zenekarokkal. Gyakorlatilag az éjfél az úgy telt, hogy a gyerekek aludtak, a férjem aludt, és akkor én meg... akkor én meg elénekelt a rájúzt egyedül. Akkor éjfél van, én is egyet. Tehát egy jót pihentünk olyan napot, mint az összes többi más egyébként. Tehát, hogy
De azért nehéz időszak volt mindenképpen. Pontosan ezért, mert hogy ez a feszültséglevezetés, ez a mosogatásban torkol ki, tehát, hogy máshol pedig már tudott. Akartam egyébként kérdezni ezt a kérdést, hogy mit jelent számotokra szórakoztatás, de akkor valahol ez is benne van itt, hogy de ez nem, én ezt nem így fogom, tehát mi nem szórakoztatunk, mi magunkat szórakoztatunk, legalábbis én. Tehát komolyan most ez lehet, hogy olyan kicsit furcsa, de én nem azért megyek el egy koncertre, hogy én másoknak jót csináljak, vagy nem tudom. Tehát én azért megyek, mert szeretem ezt csinálni. Uh-huh. Aztán vagy vevőkre, vagy nem. Uh-huh. Hát nyilván régebben voltak ilyen klasszikus értelemben, hát ma már nem nagyon szeretik ezt a kivetést, de vendéglátó zenekarom is volt, ami nem pejoratív dolog, mert én azt imádtam csinálni, meg tényleg ott lehet megtanulni igazán ezt a szakmát, hogyha uh-huh. úgy tetszik. De oda tényleg azért mentünk, hogy ott akkor is mosolyogni kell mindenkinek, hogyha nekem rossz kedvem van. Uh-huh. Tehát akkor olyan számot kell játszani, neki tetszik. De most már én ezen valamilyen szinten túl vagyok, tehát most már én megyek, játszom a kis dolgaimat, és kész. Akkor a zene öröméért. Igen. Tehát, hogy nem... Tehát egy idő után ez azért az emberben már megfordul, uh-huh. hogy már nem azt néz, hogy mik az igények, hanem az, hogy neki mik az igényei. Uh-huh. És akkor ahhoz képest lövi be a dolgait. Uh-huh. De hát mindegy. Ez csak úgy mondtam. Is meghallgattunk, jó? Igen. Más a, igen. Nekem más azért, a kettő. Igen, más a kettő, igen. Persze, igen, nyilván. Na, hát én azért... akkor már az utolsó végleg vagyok. Ja. Mert hogy azért a gyerekek igényeit meg hát... Igen, az első mindig a gyermekek. És a gyermekek őszinték, tehát ők nem haboznak, nem kertelnek, ők nem hazudnak, aztán, mert ők megmondják a tutit, úgyhogy ott aztán tényleg úgy kell, hogy a kedvükre tegyél, úgy kell táncolni. Igen, és az nehéz is lehet, mert ugye gondolom, hogy vannak olyan gyermekcsoportok, akik hát nem igazán veszik a lapot, hanem ott ülnek, és akkor nehezen lehet őket is föl kihívás, és pallírozni, igen, bár lehet, hogy nekik ezt sikerülne. Teljesen őszinte dolog van. Igen. Mi is játszottunk egy-két így gyerekműsort, így télapós műsort, meg ilyeneket, még a katasztrófavédelemnél többek között, és hát ott én jobban izgultam, ugye beszéltünk az izgalomról az elején, igen. Én jobban izgultam, mint egy nagy színpados fellépés, mint szilveszterkor. Tehát, igen. Mert a gyerek az abszolút őszinte, tehát hogyha neki nem tetszik, az ő az nem fogja el magára erőltetni, aki így jól. Az biztos. Kis pofi vagy. Igen. Pontosan. Jól van, inkább önmások a bordásban, mert tudom, hogy jobb lesz az nekem. Meg azért se, nem akarom, azért se. De hogyha ilyeneket mutatsz neki, mert azért megmutatjuk, egy-két dolgot csak mutassunk. Igen, jó, mutassunk, mondjuk a híres nevezetes... Mert az Andi ugye a lufi hajtogató, Andi Bohóc, ugye? Igen. Tehát ő arról is híres, hogy így hajtogat közben híres gyerekeknek lufit. Híres nevezetes pálmafára mászó majmom, igen. De van benne szívecske, kard, béka... Mutatom a kutyuska, uszkár kutyus, azt is nagyon-nagyon szeretik a gyermekek, a kutyuskát, ugye a kutyát azt mindenki, és majd virág is van benn, úgyhogy válogassatok kedvetekre. De hogyha ezt a zsákot... Természetes, látod, most már megbarátkozott a lufival. Igen, most már engem is felcsigáztál. Ugye? Ha a kezdeti nehézségeken túl vagyunk, akkor azt hitte, hogy kap csak egy ilyen mikrofonféle lufit, igen, mert próbálkoztam. Ja, igen, mert igen, aztán elmondjuk a nézőknek, hogy ezért mi is kaptunk ajándékot, igen, Anditól. Köszönjük. Műsor előtt mindenki kapott egy mikrofont. Köszönjük, de én azt szeretném köszönjük. Hazavinni. Igen, igen, de hogyha meglátják köszönöm. Ezt a zsákodat a gyerekek, és mondjuk nincsenek még ráhangolva, igen. És egy-egy rendezvényre, akkor azért ezt előveszed, vagy éppen ott hajtogatsz nekik valamit, akkor gondolom, hogy tátva marad a szájuk. Igen, nagyon cukik, de nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is. Én azt szeretem, amikor tényleg a felnőttek is átszellemülnek, egy kicsit átmennek, legalábbis arra az időre, amíg ott vagyok, visszamennek gyermekbe, és akkor tényleg közösen együtt csapunk egy jó bulit. Én el szoktam mondani, akármikor felhívnak egy szülinapra, hogy én nem babysitter vagyok, tehát én azt szeretem, hogyha partner mindenki ebben, mert akkor sikerül, hogy akkor érzem én is jól magam, akkor bocsánat, tudom... Bocsánat, nem tudom, mert eszembe jutott valami. Nem hagy Nem hagy békén. Nem hagy békén. Ugye én középső csoportos óvodás voltam, és sose felejtettem. Szülinap megbeszéljük, jó? Műsor után megbeszéljük és, a szülinapot. Hát ugye Mikulás. A Mikulás, rendezvény igen. volt, és hát apukám vállalta, hogy ő majd beöltözik. Télapul.
télapulnak, és hát ugye a gyerekek ott várták, izzadtan, remegve, köztük én is egyébként, és hát utána én kiszúrtam, hogy ő az, ezért így mondtam, hogy ez te vagy, és lebuktattam, hogy ott mindenki onnantól kezdve nem hitt a télapóba, tehát sikerült elrontani a gyerekeknek az ünnepét. Mindenkinek az álmát. Igen, ezt csak így elmondtam. Mondom, igen, szerencsére... De ez nem a tapó télapó esetet, az a film volt. Erre szeretnék rácáfolni, mert az én törpikéim hisznek Meseországban. Hiszen én onnan jöttem egyébként, ugye még aki nem tudná, ugye Meseországban nagyon jó barátságban vagyok a hupikék törpikékkel, és ugye amikor együtt játszunk, tehát a gyerekekkel a műsorban is, azt szoktam megmutatni, hogy mit szoktunk játszani otthon, Apraja falván a törpikékkel, és nagyon-nagyon jó kis mozgásos dolgokat, és hogy a kérdésedre is válaszoljak, a lufikat, azt mindig a végére hagyom, pontosan azért, hogy legyen valami kis tétje, legyen valami kis tétje ennek a dolognak, és... hogy miért is hisznek a gyermekek ebben? Azért, mert valószínű, hogy ők még, legalábbis ezt én úgy gondolom, ők még nincsenek túl azokon a dolgokon, amiken mi felnőttek túl vagyunk. Tehát gondolom, hogy ők még megmaradnak ebbe a kis mesevilágukban, maradjanak is meg, majd ráérnek rádöbbenni a rideg valóságra, meg egyébként is messze a nyugdíj, úgyhogy nagyon jó, hogy még itt tartanak. Én nagyon örülök, amikor akár a 10 éves gyermek is még mesét néz, és nem a telefonját. Voltam olyan szülinapon, ahol igen, 10 éves volt a gyermek. Mesét néz, és igen, az is jó, de most nemrég volt egy olyan szülinap, ahol ugye a szülinapon szokott lenni a torta, és van a gyertya, amit amikor elfúj a gyermek, akkor kíván valamit. És az a kívánság majd egyszer teljesülni fog. Na most ezt a kívánságot, de csak akkor, hogyha nem mondja el senkinek, kivéve nekem, mert én Meseországból jöttem, és ugye én oda magammal viszem az ő kis titkát. És ugye egy kellő pillanatban azért úgy rá szoktam kérdezni, hogy mi volt az a kívánság, hogy majd tolmácsoljam felsőbb körökbe. És volt nemrég egy kislány, aki például azt kérte, nem pónilovat, meg autót, meg motort, meg telefont. iPhone. Hogy igen, iPhone-t, hogy szeretne eljönni, megnézni, milyen az a Meseország. Szeretne hozzám eljönni Meseországba. És kérdeztem tőle, hogy anya, apa szokott... Bejönne az egyetemre. A legnagyobb Meseország. Igen, anya, apa szokott mesét olvasni neked? És mondta, hogy szokott, igen, esténként. Mondom, na látod, minden este ott vagy Meseországban velem. Most egyébként igen, erről eszembe jutott, bocsánat, csak a telefonról. Tehát ugye nyilván... Gondolom, azt jobban tudjátok, mint én, hogy a kis 4-5 éves gyerekek ma már úgy használják a telefont, hogy én nem. Tehát, hogy igen, minden. Tapasztaljuk. Na most, ez sajnos visszaköszön a felnőtteknél is, mert hát ugye én tanítok, és elvileg ugye minden év elején megvan adva, hogy mi a kötelező irodalom, tehát mit kell tankönyvként használni. Na most senki nem vesz tankönyvet, hanem az iPadjukról szépen letöltik, amit kell. És ez nem megengedett? Rosszabbnál rosszabb jegyzeteket, és akkor ez megy az órákon. Nem tudnak írni. Képzeljétek el. Funkcionális analfabéta, csomó gyerek, elfelejtettek írni, mert gépelés van. Tehát azért mondom, hogy... Hagyján, de a vizsgákon is ez megy, nem? Igen. Azért. Nyilván, na ez az igazi Meseország. Igen, de figyelj, erre majd még ráérnek rájönni, most még hagyjuk meg ezekbe a kis világunkba őket, úgy gondolom, hiszen addig jó, amíg így ebben élnek még nagyon sokáig.
Persze, csak hát ugye érted, mi annak idején fociztunk. Igen, mondjuk, igen. Én fára nem másztam, mert igen. Az kicsit túl sűrűen. Verekedtünk. Verekedtünk, stb. És azért ezt jó lenne egy picit visszahozni, ezt a fajta életstílust. Igen, addig, amíg ott vagyok, akár egy rendező, egy szülinapon, addig nincs semmi ilyesmi, sőt, azt sem szeretem. Tehát van nagyon sok rigolyám egyébként, és az egyik az, amikor... ugye mondjuk tartom ott, vagy próbálom a gyerekeket ugye bevonni, meg ugye a szülőket is, ugye akár a műsorban, meg akár ebbe az egész buliba, és ott 20 centire tőlem telefonoznak a szülők, vagy megbeszélik a másnapi ebédet, és az így engem zavar, és rájuk szóltam, hogy te csak kivel csetelsz, csak nem törpapával Meseországban, mondd meg neki, hogy üdvözlöm. De hogyha megmondtad neki, akkor légy szíves, tedd el a telefonod, és gyere, játsszál velünk te is, és akkor így jönnek, és meg ugye van egy másik kis érzékenyebb pont is, amit szoktam így használni, de majd azt később akkor elmondom, mert már sokat beszélek. Jó, ezt megfogjuk, akkor a műsor végére légy szíves, tartsd meg ezt a gondolatot, mert hogy mindig minden résznek van egy olyan kérdése, hogy hogyan csöppentetek bele abba, amit csináltok. Egy nagyon picit átvennénk azt, hogy honnan indultatok és meddig jutottatok, illetve hogy ezt tudjuk, hogy hova jutottatok, de mondjuk Andi Bohóc esetében ezt azt mondom, hogy most eltekinthetünk ettől, hiszen mi ezt megbeszéltük előre, hogy Andi ugye ő Andi Bohóc, tehát hogy ő róla azt lehet tudni, hogy ő Meseországban él, és ennyi. Így van. És amit még esetleg hozzá akarsz fűzni, azt azért még mondd el. Ja. Hogy mi az, amit még esetleg érdemes tudni, vagy lehet tudni róla. Jó, hát rögös út volt azért az én utam is, amíg egymásra találtunk Meseországgal, de én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak mondhatni ezt. Ugye nincsenek véletlenek. Én úgy gondolom... és jó hosszú ideje, vagy igen, már... Igen. És... viszont most hiszünk benne, nem hiszünk benne. Tényleg, neked mi volt a jeled a Zoviba? Hú, sok volt. Nekem volt szívecske, meg cseresznye, meg még egy, de most a többire nem emlékszem. Nekem minden szívecske, csoportban cseresznye. Más volt. Ja, hogy te több csoportban jártál. Igen. Begyűjtötted összeseleket neked, Gabi, emlékszel? Virág. Persze, hogy emlékszel. Kis virág. Viktor? Jellemezett. Igazodok. Hát, nekem Gerebi. Az nagyon jó. Sajnos nem igazán használtam ezt a szerszámot soha. Nem használtad? Nem. Na. Panélban kapajomnak. Figyelj, még ami késik, nem múlik. Még nem tudhatod, hogy fog szerepelni a Gerebi az életedbe. Viszont, ami az éjjelem volt, ez végig kísér most az életem folyamán. És igen, most is rajtam van. Méghozzá a... nadrág. Na, nyakkendő. Igen, nem látják a nézők, nincs rajta. Csokor nyakkendő? Uh-huh. Ez mondjuk masni, de nem ja, baj. Ja, mindegy. Szerűleg. Nem. Józan Tróger. Nem. Józan Tróger. Tök cukik volt, igen, a... kalapod. Kalap. Kalap volt a jelen. Egyébként azt akartam is el, csak hagytam, hogy mit találva. Igen. De egyébként... én nagyon szerettem az irodalmat, nagyon szerettem olvasni, még kicsi Bohóc koromban, és régen volt itt Fehérváron Csüszi, nem tudom, hogy kinek rémlik, családi ünnepeket igen, szervező iroda, igen. Mert ugye hát amatőr színjátszóban is voltam, és nagyon szerettem. És akkor ide Csüszi által a esküvőkön mondtam verseket, amit nagyon-nagyon szerettek kérni a házasulandók, szerintetek melyiket? Shakespeare 75. szonett. Oh. Az vagy nekem, mit esnek a kenyér. És állandóan ezt mondtam esküvőkön. Tehát, de én szerettem nagyon. Na, és azért, hogy úgy, aztán másik útakra is rátévedtem, és akkor megtaláltam. Úgy érzem legalábbis, hogy megtaláltam a helyemet. Viktor, hát te gyerekszínész is voltál itt a Vörösmarty Színházban. Igen. Mondod, hogy ugye zenélni már egész korán elkezdtél, pedig van egy édesapád, akit szintén ügyvédi körökből lehet ismerni.
Úgyhogy ezért volt egyfajta indítatás, gondolom, a pályád iránt. Hát és hát az ennek a színészet az megjött. Nem volt más választás, mert igazából ő mondta, hogy már pedig te jókra fogsz menni, tehát igazából nem. De amúgy sem, tehát én és azért gondolkodtam ezen, hogy mégis mit kellene csinálni. Hát valóban, én játszottam ugye színházba is sokat, ugye Légy jó, mint találjában a Pálcai fiúkban, 10 évig voltam itt a Vörösmartiban, imádtam, nagyon szerettem. Csak hát azért láttam, hogy ez a művész világ ez azért nem egészen úgy működik, ahogy azt mi elképzeljük, ugye? Uh-huh. Hát azért annak nagyon sok hátránya is van. És hát azért itt osztottam, szoroztam, és hát úgy voltam vele, hogyha most hosszú távba gondolkodunk, akkor lehet, hogy érdemes valami piacképesebb irányba menni. Úgyhogy a színészetet azt azzal felhagytam, és hát a zene az megmaradt viszont. Az gyakorlatilag 11 éves korom óta folyamatosan, most már lassan 27 éve gyűröm a billentyűket, meg rengeteg zenekarban voltam már, tehát nem tudom ezt most. Igen, most hoztam is egy listát, csak hogy így pár nevet soroljak, a Tóth Gabi, Király Linda, Király Viktor, Kovács Kati, Fenyő Miklós, Csárli, Somló Tamás, Szulák Andrea, Csonka András, Vastag Csaba, Vastag Tamás, Radics Gigi, stb. Igen, stb. Nem örülök, hogy játszhattak, nem. Ez a jó duma. Igen, tehát, hogy azért elég sok helyen megfordultál már, és hát nyilván akkor ezek az országos színpadok nem rettentenek már el. Nem. Nem, hát... És Tóth Verával játszol, igen, nagyon hát sokat. Igen, vele vagyok rendszeresen, igen, én vagyok a zenekarában, meg most már a húgával is vagyunk, úgyhogy megyünk mindenfele, csináljuk. Tehát nem tudom ezt abba hagyni igazából. Próbáltak sokan így mondani, hogy hát ez valahogy nem igazán fér össze a jogászi dolgokkal, meg hát azért mégiscsak az ember tanít, oktat, néha kimegy egy olyan fotó a Facebookra, ami hát azért nem annyira kompatibilis, tudom, most ott ülünk egy sörrel, vagy mit tudom én, és akkor egymás mellett fogjuk. Tehát most én úgy voltam vele, hogy ennyi még bele kell, hogy férjen igazából. Tehát, hogy én ezt, hál' Istennek, eddig mindig össze tudtam egyeztetni. Meg hát mondom, ez két különböző életforma, tehát hétfőtől péntekig komolyak vagyunk, és akkor péntektől vasárnapig meg egy picit el lehet engednie magát az embernek. De egyébként én meg már nem vágyom erre a bulizásra se. Hát elég buli ez, amit csinálsz, nem? Én már kibuliztam magam. Úgyhogy szépen elmegyünk, lejátszunk egy kis koncertet, kis vacsora, utána aztán Almás. Megyünk haza, kész. És akkor azt ne felejtsük el, hogy van egy új klipped. Van, hát most csináltam egy jazz triót. Ez egy ilyen művészkedős dolog. Ez külföldön fog megjelenni, ez a lemez. Magyarországon nem, mert szerintem itt erre annyira nincsen igény. Uh-huh. Igazából, de hát majd meglátjuk, a Potász Balázs barátommal, meg a Kovács Gergővel, akik hát nagyon elismert és nagyon jó zenészek, és itt a saját számaimat játsszuk, uh-huh. És egy instrumentális zenekar lett, és ezt külföldön fogjuk majd megjelentetni, ezt az anyagot konkrétan az Egyesült Államokban. Uh-huh. Tehát ott már komolyan most tárgyalunk egy kiadóval, és úgy néz ki, hogy kiadják. Na, szurkolunk ehhez. Meglátjuk, mi lesz. Több ezek jön. Után mit mondjak én? Egy kis malac, azért nekem is volt egyfajta rögös utad, és hát mikor mi egyszer beszélgettünk a fehérvári beszélgetésekben 2015-ben, 100 évvel ezelőtt, akkor elmesélted, hogy volt olyan, hogy aluljáróban dolgoztál, de például végigjártál vendéglátóhelyeket, és hát ugye az X-Faktor színpadán is álltál, az az X-Faktor volt, ha jól emlékszem. Igen, ez nagyon volt, kemény volt a Gabi, tehát amikor én megláttam, én kiugrottam és mondtam, hogy jaj, ismerem ezt a lányt, ismerem ezt a lányt. Nem, meg a Sztárba is, nem? Az meghalok, hogyha rám nézel, azt énekeltél, valami iszonyat hangulatot csinált. Na hát ott az izgalom az ezt hozta ki igazából, mert ott azért nagyon... Ott nagyon izgultam. Ez egy teljesen más világ volt. Bár hiába volt az, hogy 2006-ban előtte a Megasztárt is megpróbáltam, de ezt az izgalmat, ezt azt gondolom, hogyha valaki már ugye folyamatosan ebbe van, és folyamatosan ugye kamerák veszik körül, és ilyen showtime hangulat van körülötte, akkor ezt nyilván meg lehet szokni. Tehát
úgy mondja a Vicsa is, hogy felesleges ezen egy idő után már izgulni, mert az öröm meg minden hétvégén ott van, és akkor ezt csinálja, és akkor nagy sztárokkal ugye fellép. Úgyhogy... És volt neked egy együttesed is, azért azt is... Igen. Mikor volt ez, 2000-es évek elején? Igen, 2003-2004 környékén, igen. Azért akkor volt abból egy ismert. És azért azt mondjam el, hogy az a produkció, az szerintem akkor az ország egyik legprosperálóbb zenekara volt. Ó, hát köszönjük szépen. Te tényleg, ezt most viccek, jól mondom. Ezt letütt a súlyeztőbe. Ez melyik zenekar? Baj, igen. Én nagyon sajnáltam a dolgot. Iszonyatosan jó darab voltak. Igen, Ipsilonnal. Hát az a baj, most már szerintem az a baj, annyira, mert szerintem nem emlékeznek rá az emberek. De akkor, abban az egy-két évben, az szerintem top zenekar volt. És nagyon jó dalaik voltak. Kicsit ez az, volt egy ilyen oroszlány duó, és nem jut eszembe a nevük. A Tatu. A Tatu, igen. És olyasmi igen, volt ez. Hát ilyen mögöttünk lévő stáb, hogyha mondhatom így a stáb, tehát a producer, menedzser, stb. Így nagyon-nagyon jól kitalálták ezt a dolgot. És nekem azt tetszett az egészben a legjobban, hogy nem kellett nekem magamra erőltetni semmilyen olyan imást, ami nem én vagyok. Uh-huh. Tehát néha az is volt a probléma, hogy néha már túl, a vadságot már túltoltam, tehát elmentünk az Abaházi Csabának a műsorába, akkor még a Danubius volt, Hajrá Magyarok talán. És hát ott már olyan szinten túltoltuk a Gabival a hülyéskedést, ugye úgy hívták a TG-nek a másik leányzott, ugye ez egy lányformáció volt, egy duó. És tényleg, amit mond a Viktor, hogy erre a tatus vonalra épült, nekem meg ezt az Avril Lavigne-es vonalat kellett hozni, nem is kellett, mert hát én azt úgy magamtól, hogy akkor ilyen deszkás kinézetű, nagyon harcolok mindenkivel, magammal is, többek között stílus volt. Uh-huh. És azért az, még azt visszacsatolva ehhez, ami akkor tényleg nagyon jó volt, azért mi azt észrevettük, meg szerintem te is, hogy az elmúlt 10-15 évben akkorát változott a zenei kínálat, meg az ízlés, hogy nekünk igazából ez a mostani trendi dolgokhoz már legalábbis nekem semmi közöm nincs. Uh-huh. Tehát én ezekkel a mostani 10 milliós nézettségű klippekkel én már nem tudok azonosulni. Tehát ez már nem az én korosztályom. Uh-huh. Elvileg tudnék ilyen zenéket írni, csak nem akarok. Uh-huh. Tehát én 95-ben élek még a mai napig, meg ilyen 2002-ben ott van a határ, és ami azóta jött, uh-huh. Én azokat a zenéket meg igazából nem nagyon hallgatom, megmondom őszintén. Hip-hop boys birotta is. Bántottak most. Igen, de ezzel nincs semmi baj, mert egyszerűen változik az ízlés, változik a kínálat, tehát nem kell mindent befogadni, meg elfogadni. Egyébként mostanában azon szoktam gondolkodni, hogy vajon 20 év múlva, amikor már megyünk a nyugdíjas bálókba táncolni, vagy 30 év múlva, adja Isten így legyen, akkor mi lesz a nosztalgia? Én ezen szoktam gondolkodni. Igen? Nyomod majd, de csepereg az esőre. Lehetséges, de az is lehet, hogy... Lehet, hogy a Bája Lex lesz nem, akkor. Hát, nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, hogy mi lesz. Tényleg. Mert annyira gyorsan pörög a felhozatal, a kínálat, és minden nap kihoznak valami új dalt. Futószalagon jön. Futószalagon, hogy nem lehet nyomon követni már, mi van. És aki az egyik nap spiccen van, és roham a sikítozva mennek hozzá autogramot kérni az utcán, azt egy hét múlva elfelejtik. Azt se tudják róla, hogy megszületett. Hihetetlen. No, de visszakapcsolva egy picit a Gabira, ugye, és akkor most talán itt nálad megmarad ez a, hogy mondjam, hagyomány, hogy mondjuk például volt ez az Avanti zenekarod, ott is azért így mentetek lakodalmakba, és igen, akkor mindenféle slágereket játszottatok, tehát ti is azért inkább a megszokott dolgokat hoztátok, ugyanúgy, ahogy most ezzel a Discoverben, de vagy akár a Paradicsommal. Igen, hát ugye az Avantinál ott azért egy lakodalomban, egy esküvőn azért ott megvannak a bevett dalok, amik tutiászok, tehát azzal mindenképpen nem hiányozhat egyetlen egy lakodalomban sem. Vagy a lakodalomból sem. Lakodalom van a mi utcán, hát, meg a többi. És nem csak a mulatos zenéről van szó, hanem azért nagyon-nagyon széles repertoár volt, amit nekünk hozni kellett, és ugye azt folyamatosan frissíteni kellett, mert én mindig azt mondtam, hogy mi ugye öregszünk, mint előadók, és mint mondjuk lagzis, a vendéglátós zenészek, ahogy mondta Viktor, vagy akkor, amikor vendéglátós előadó ként működtem, de az ifjú pár az nem fog.
Tehát ugye ifjú pár, tehát hogy folyamatosan 20-30 éveseknek fogjuk majd játszani a lagzikat, és az oké, rendben van, hogy a buli elején ugye az idősebbeknek el kell játszani azokat a standard nótákat, örökzöld nótákat, és akkor utána megyünk tovább, és micsoda buli, meg a többi, amit ugye ilyenkor igen, szükséges. És a vége felé, meg már ott ugye hát a fiataloknak meg el kell tolni ezeket a mostani slágereket, amik ugye egyre bonyolultabbak, mert nem úgy zenei, tehát nem zeneileg bonyolultabbak, hanem ugye mondjuk egy kétfős rendezvény együttesnek azt produkálni, hát ez köszönöm szépen. Nehéz. Vagy mondjuk egy rendes, full élős zenekarral, azt hogyan? Meg énekileg, mert ezek már annyi effekt van, meg annyi plusz dolog, amit beletesznek a dalokba, hogy... De egyébként nem nehéz, mert hogy mondjam, tehát megvan, amit a Gabi mondott, hogy megvan ez a 40-50 számos lista, ami standard, tehát ami mindig van. Igen, egyébként nem nehéz, nem, mert hozzáveszed ezeket a pluszokat, amik éppen fölkapottak, de az is egy folyamatos munkát igényel, egy folyamatos rákészülést, ugye. Persze. Tehát... Hát a másik meg... frissíteni kell, mert nem fognak keresni, tehát vagy fognak keresni, csak éppen nem olyan rendezvényekre, amikre mondjuk szívesebben mennél mint mondjuk egy lagziba, egy esküvőre. Tehát ez egész másról szól, ez a vendég, mert ugye a Gabinak is volt olyan zenekar is, ami vendéglátós, meg nem vendéglátós, meg azért én is vendéglátóztam régen, jó volt, de már nem kell. És most már úgy megyek oda, bármilyen produkcióban is vagyok, hogy van egy fix műsor, és azt játsszuk, és kész. Igen, én most például ezt a mostani zenek, tehát a Discover Bandin, ezt nagyon-nagyon élvezem, és én úgy érzem, igen, hogy rébb beértem ezáltal, hogy nem arról van szó, hogy most akkor megyünk péntek-szombat, mert jó, az abban az időben, amikor még 20 éves voltam, vagy 30-as éveim elején voltam, akkor azt még lehetett tolni, akkor még nem vártak otthon a család, a gyerekek, de azt gondolom, hogy most, hogy itt van egy olyan zenekar, akikkel egy olyan stílust, és csak azt játsszuk, a diszkót, amit egyébként meg azt gondolom, hogy még azért a mostani fiatalok is még ismernek, mert az ő szüleik ugye azért ezerrel hallgatták még az Abbát, esetleg a Bonnie M-et, stb., hogy még ők is buliznak a mi bulinkon, buliainkon, vagy a mi koncertjeinken. Tehát, hogy megvan az ugye, hogy a 75-től 82-ig bezárólagos időintervallumban lévő nagy diszkos lágereket, azokat eltűjük, és akkor társul mellé egy ilyen jó nagy adag vidámság, mert mi beöltözünk, és én imádom, hogy ebbe a zenekarba, a Discover Bandben mindenki partner ebbe. Uh-huh. Tehát, hogy nem, egyik sem húzza a száját, hogy na most én akkor ezt a parókát nem veszem föl, vagy ezt a ruhát nem szeretném magamra aggatni, hanem így toljuk ezerrel ezt a showtime dolgot. És az úgy elég is. Tehát én már úgy nem vágyom arra, hogy az egyik nap még Moson-Magyaróváron zenéljünk, a másik nap meg már Debrecenbe, mert volt ilyen is, akkor péntek-szombat mentünk, ez 12 évig tartott, és akkor jött a család, és ez így, akkor már úgy váltani szerettem volna. És pont jókor is jött be ugye a Discover Band, a zenekar, mert ugye én 2018-ban csináltam még az utolsó évet, úgymond a vendéglátó műfajba, és akkor jött ez a zenekar, akikkel meg letolunk egy 90 perces műsort, és akkor az olyan, hogy majd megszólal, tehát és imádjuk. Igen, tehát azért ebben el lehet fáradni. Nagyon, főleg az utazásban egyébként, mert például 3-4 évvel ezelőtt bemondtam ebbe a zenevonat produkcióba, ahol az LGT-vel játszottunk, és akkor egy buszba mentünk, akkor még élt a szegény Somló Tamás, Karácsony János, meg a Solti János. Így ültem mellettük, így ültünk egymás mellett. Hát de jó. Akkor beszélgettek, szorizgatások, meg minden, de Erdélybe mentünk ilyen 3 napos turnékra. Tehát egyik nap Kolozsvár, másik nap Sepsiszentgyörgy, harmadik nap meg nem tudom, Gyergyó-Szent Miklós. Az életünket ott töltöttük az autópályán, és nagyon jó volt meg minden. De amikor hazajöttünk és kiszálltunk a buszból, akkor körülbelül úgy éreztük magunkat, mintha most szálltunk volna ki a mosógépből. Kifacsartak. Kifacsartak, igen. Hát fizikális, meg fizikailag mentális, meg az ember. Igen. És hát ezt egy ideig lehet csinálni, aztán egy idő után nem. Bár mondjuk, nem tudom, a Rolling Stones-nak a gitáros, ez hogy csinálja? De ez valami embertelen a csávó, hogy ez miket leművelt az elmúlt 20 évben, vagy 50 évben. Hát ez is egy genetika kell, vagy nem igen, tudom. De egyébként visszakanyarodva arra, amit mondtál, hogy ugye itt voltak, hát sajnos voltak ugye, meg vannak is még nagy legendák, de mi lesz, hogyha ők majd egyszer úgy
meghalnak, stb., és akkor hát vannak a három perces sztárok története. Bizony, és nincs átmenet. Nincs. Tehát akik most ott vannak, azok nem, ők nem lesznek ám 10-20 évig ott. Egy év a max. Tehát ott nem lesz több. Na, én azt kívánom nektek, hogy ti még nagyon sokáig maradjatok, és szórakoztassatok hát mi minket. Az biztos. A gyerekeket és felnőtteket egyaránt. És azt csináljátok, amit szerettek sokáig. És máskor is gyertek hozzánk beszélgetni. Köszönjük szépen. Hívjál máskor is, és akkor jövünk. Hívni foglak. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, tartsanak velünk legközelebb is. Ez volt a Nálatok Mizu. Viszontlátásra.